Szakemberek szerint 2023 első felére sem túl kecsegtetőek a kilátások Magyarországon. A gazdaságban a legnehezebb helyzetben jelenleg a mikro- és kisvállalkozások vannak, ezért a kormány különböző támogatásokkal segíti, például a hentes üzleteket, vagy éppen a kisboltokat. Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke elmondta, hogy az infláció 2022-ben általánosságban nagyjából 13-15% volt hazánkban. A szakértők idén is hasonló számot jósolnak. Azonban, ami a lakosságot jobban érinti, az élelmiszeriparban egyes termékeknél már a 20%-os áremelkedés figyelhető meg. Ez nagyon magas. Szakértők szerint az inflációban nálunk a legmagasabb, az Európai Unióban és világviszonylatban is az első 10 között vagyunk, ez se tartható fent sokáig, az inflációt is csökkenteni kell. Ez fontos feladat, mert ugye ez is nagy mértékben érinti a lakosság széles rétegét. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állása az, hogy el kell kezdeni kivezetni az élelmiszer árstoppot, ugyanis az intézkedés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és egyre nehezebb helyzetbe kényszeríti a vállalkozásokat és a lakosságot egyaránt. A vállalkozóknak gyakorlatilag a beszerzői árnál alacsonyabban kell adniuk az árstoppos termékeket. Hosszabb távon nem tartható fent, hogy a vállalkozó, a kereskedő alacsonyabb áronkkal adja el a lakosság felé azokat a termékeket, amit beszerez. Ez egyértelmű, ugye a vállalkozás tönkretételéhez vezethet. A nagyobb vállalatok ezt úgy ellensúlyozták, hogy a többi termék árát megemelték, azonban a mikrovállalkozásoknak erre nincs lehetőségük, aminek következtében az elmúlt időszakban több mint 1000 kis cégnek kellett bezárnia. Fischer Sándor szerint 2023 második felében az inflációnak mérséklődnie kell, erre már több javaslatot is tett az iparkamara, ugyanis csak így állhat helyre a magyar gazdaság.